Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, nagyon kitartóak vagytok. Mi lelkészek megtanultuk, hogy hogyan lehet naponta többször is hosszan beszélni, és hát néha nagy öröm az, hogyha van hallgatóság hozzá. A Titushoz írt levélből szeretnék a második fejezetből néhány mondatot fölolvasni. Titushoz írt levél második fejezet 11. versétől. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Hát Pál nagyon bölcsen és határozottan olyan szavakat mond Titusnak, amit hát ma nem annyira szívesen szeretünk hallani, az, hogy az Isten üdvözítő kegyelmen nevel, hogy a nevelés egy irány, és nem egy olyan irány, amit az határoz meg, akit nevelnek, hanem maga a nevelő határozza meg a nevelésnek az irányát és a célját. Aztán olvasunk arról, hogy a jó cselekedetekre törekszik. És szerintem senki nem értette, és nem értitek félre azt, hogy ez a mai nap nem arról szól, hogy nekünk mennyire kell megdolgoznunk és pedáloznunk azért, hogy az Isten szeressen bennünket. Az Isten szeretete az független attól, hogy kik vagyunk, független attól, hogy mit teszünk. Az Isten szeretete az egyszerűen van. Isten személyiségéből fakad ez a szeretet, és ez nem változik meg. Nehéz egy világban élünk, hiszen én ahogy végig gondolom azokat a magyar nép életét meghatározó megnyilvánulásokat, személyeket, akik különféle módon próbálnak bennünket irányítani, vagy próbálnak hatást gyakorolni ránk, hogy nagyon sokszor és egyre többször nem látok mögötte semmiféle tartalmat, semmiféle komoly munkát. Nem azért lettek azok, akik lettek, mert olyan tehetségesek, vagy mert olyan keményen tudnak dolgozni, és olyan határozottak, hanem azért, mert valakiknek a valakivéjé lettek, és ez lehetőségeket nyílt előttük, és egyszerűen ölükbe hult ez a lehetőség, és egyszerűen élvezik ezt, és sokszor szerintem ti is tapasztalják, osztják nekünk az ész, hogy ki, hogyan, miként. Lehet, hogy nyomon követtétek, most volt ott a Himaláján ez a magyar fiatalember, ez a Suhajda Szilárd, és lehet az ő vállalkozását ilyen módon, olyan módon értékelni, de az biztos, hogy ez a fiatalember nem azért jutott el oda, ahová eljutott, és majdnem sikerült neki megmászni a világ legmagasabb hegyét, mert valakinek a valakije volt, hanem azért, mert ő nagyon komolyan és nagyon keményen dolgozott ezért hosszú éveken keresztül, és próbált élni ezzel a lehetőséggel, és amikor lehetetlennek tűnt már, hogy elérje, mégis azt gondolta, hogy ezt ő el fogja tudni érni. Aztán ott vagyunk, van egy kis brigád, ahol néha együtt dolgozok a többiekkel, és van egy kis közmondásunk, amit nagyon sokszor viccesen, de komolyan is el szoktunk mondani egymásnak, amikor valamit meg akarunk szerezni, és amikor valamit meg akar szerezni az ember, állandóan azon jár az esze, hogy hogyan lehetne ezt a legolcsóbban megszerezni. És ugye nálunk ez a mondás ez így hangzik, hogy lehetőleg ingyen, vagy annál olcsóbban. És tudjátok, hogy az Isten dolga is sokszor beleesnek ebbe a kategóriába. Hogy lehetőleg ingyen, és igen, van, ami nekünk, a mi oldalunkról, az Isten részéről ingyen van, vagy annál olcsóbban. De én megkérdezem azt, hogy azokat a nagyon-nagyon olcsó dolgokat, amelyekért nem kell oda tenni magunkat, amelyekért nem kell fáradoznunk, nem kell megtalálni, kigondolni azt, hogy milyen úton, módon vezet az út ahhoz,
az mennyit fog utána érni a számunkra? Mennyire fogjuk azt megbecsülni? Mennyire érezzük a saját a magunkénak? És emlékszem életemnek az első magróját, amikor megvettem, és keményen kellett érte gürcölnöm, és összeraknom a pénzt, és egyszer csak sikerült megvenni a magrót. És amikor már régen nem működött, még akkor is őrizgettem, mert ezért én dolgoztam meg hosszú évekkel azelőtt. És még akkor is volt értéke az én számomnak. Az én számomra ennek a dolognak. Nagyon nehéz motivációt találni ma a körülöttünk lévő világban arra nézve, hogy odaadjuk magunkat valamire, hogy azt mondjuk, hogy nem csak addig fontos ez a számomra, amíg valamilyen módon megkapom, és lehetőleg minél könnyebben, hanem utána mit tudok én ezzel az egésszel kezdeni. Mire fogok jutni ezzel az egész dologgal? Néha megdöbbentő párhuzamokat találok az életben. Serpák most itt a magyar fiatalember kapcsán, és néhány éve láttam egy dokumentumfilmet, ahol az angol különleges alakulat, magyarul úgy olvasjuk, hogy sas, ő toboroz önmagának embereket, és általában minden évben elmennek Indiába, és ott ott Tibet, meg nem tudom, ezeknek az országoknak a határán, és ott van egy népcsoport, úgy hívják őket, hogy burhák, akik nagyon-nagyon hozzá vannak szokva ahhoz, hogy kemény körülmények között éljenek, hogy pontosan ez a magas hegyi élet, ez egy olyan kitartóságot, egy olyan szívóságot, egy olyan talpra esettséget követel tőlük, ami alkalmassá teszi őket arra, hogy igazán ilyen komoly alakulatokba szolgáljanak, ahol nagyon-nagyon nehéz a körülmény, de maga a kiképzés is. És ugye minden évben több száz fiatalember összegyűlik, és mindenki szeretné, hogyha ő is belekerülne abba a néhány tucat kiválasztottba, aki aztán megkapja a lehetőséget. Nem az, hogy még katona legyen, csak arra kapja meg a lehetőséget, hogy elinduljon a kiképzésen, és hogyha majd a kiképzést végig csinálta, és elkezd dolgozni, akkor talán elkezdheti megalapozni saját jövőjét. A saját jövőjét. És ugye mondom, vannak párhuzamok Magyarország, valakinek, ha valaki elvégzett egy 6-7-es kiképzést a katonaságnál, alezredes lett belőle. Melyiket választod? Hát azt, ami könnyebb. Nem? Azt, ami könnyebb. Hát ha nem kell megküzdeni, hogyha nincsenek követelmények, melyiket választom? Azt, ami a legkönnyebb út. Sokszor rájöttem arra, és maga a Szentírás is arra tanított engem, hogy amikor választani kell dolgok között, és hogy melyik az Istennek az akarata, hát az Istennek az akarata az valahogy a két-három vagy sok választási lehetőség közül mindig a legnehezebb volt. Azt kívánta a legtöbbet. De ami kívánja a legtöbbet, az óriási titkokat tud magában rejteni. Mint az a mélység, nem mindegy, hogy itt a part szélén vagy, és itt a part szélén úszkálsz. Vagy ahonnan vettük a mai napnak a mottóját, amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy na most evesz ki a mélyre, és erezd le a te hálóidat. És azt mondja az ige, hogy ezek a hálók, ezek megteltek. Hol, mikor? Hát akkor, amikor erre emberileg semmi esély nem lett volna. Ezek a hálók, ezek megteltek halakkal. Amikor én 15-25 éves koromat éltem, ez jó 10 éven keresztül, ez semmi másról nem szólt, csak próbáltam hajszolni, hajkurászni azt, hogy hogyan érezhetném jól magam, mert úgy gondoltam, hogy ez az életnek az igazi értelme.
És mindegy volt, hogy mit csinálok, mindegy volt, hogy mennyibe kerül, mindegy az, hogy mi lett az egésznek a következménye, mindegy, hogy milyen hülyeség volt, csak hogy jól érezzem magam. Mennyi ideig? Hát, valamennyi ideig. Aztán csak hogy eszembe jutott egy történet, egy szombaton a szüleim elküldtek, menjél gyorsan krumpli érni, előtt bezár az zöldséges, és vallattam, és jött egy barátom, és mondja, hogy hát figyelj, megyek Pestre, meccsre. Most mindjárt indul a busz, hogy nem jössz el? Tehogy ne. És fogtam magam, 10 perc múlva már fönnültem a buszon, eljöttünk Budapestre, megnéztük a meccset, jól éreztük magunkat, volt egy kis balhé, aztán persze az utolsó vonatot lekéstük, ami hazafele ment, másnap reggel hazaértem. Mondjuk krumplit nem vittem, de a nejlonzacskót volt nálam. Tehát nem számított, nem számított. És én magam ebben, hogy jól érezzem magam, meg keressek valamit, ami könnyű, meg ami lehetőségeket ad bizonyos dolgokhoz. Én magam egészen Kazasztánig elvándoroltam, és volt egy időszak, bár az kemény munka volt, de ilyen magamfajta hasonszörű fiatalokkal együtt dolgoztam, és az egészet egy nagy játéknak éltük meg, ami valahogy majd sikerül. Most eltelik az idő ezzel. Ott elértem az életemben egy nagyon-nagyon mély pontot, és családi háttérből kifolyólag, amikor hazajöttem, elkezdtem úgymond a vallás felé fordulni. Mert úgy éreztem, hogy fizikailag is tönkre megyek, hogyha azon az úton járok, meg lelkileg is tönkre megyek. Pedig azt gondoltam, hogy abban fogom tudni kiélni magam, hogy jól érzem, de nem jól érzem, egy idő után elkezdtem tönkre menni, elkezdtem mindenféle szempontból leépülni. És odafordultam a vallás felé, és hallottam jó dolgokat, és nem tudtam ezt az egészet igazán komolyan venni, nem tudtam vele igazán mit kezdeni, és nagyon sok minden jó, amit kaptam, amit hallottam, ez tartott egy óra hosszáig, tartott 5 óra hosszáig. Volt, amikor vasárnap délután már vége is volt, és akkor mentem egy egészen más úton. Szerettem volna azt, hogy Jézus megáldjon, szerettem volna azt, hogy jól érezzem magam, szerettem volna azt, hogy folyamatosan jó közegben legyek, jó essenek azok a dolgok, amik érnek engem. Hogy Isten óvjon meg a szenvedéstől, óvjon meg a pénztelenségtől, a szegénységtől, hogy segítsen nekem akkor, amikor vizsgáim vannak, adjon egy gyönyörű társat, az se lenne baj, hogyha nem lenne szegény, és akkor az életünknek egy másik nagy kihívása is sokkal könnyebben meg tudna oldódni. És tényleg de jó lenne, hogyha ha ez így sikerülne. És tudjátok, ott voltam, ahol lennem kellett, meg azt hallottam, amit hallanom kellett, de ez az egész, ez csak úgy a felszínt érintette meg. És tudjátok, 20 évvel később döbbentem rá arra, hogy én mire gondoltam 20 évvel azelőtt. Hogy kellene nekem egy Jézus Krisztus. Egy megszelidített Jézus Krisztus. Egy háziasított Jézus Krisztus. Aki kedves, aki odafigyel rám, aki ugrik, amikor valamire szükségem van. Hogyha véletlen eltévejedek egy kicsit, akkor ezt az egészet nem olvassa a fejemre. Akinek nincsenek elvárásai, hogy kellene nekem egy ilyen Krisztus. És egy ilyen Krisztust kerestem. És egy ilyen Istent kerestem. És úgy gondoltam, hogy ha megtalálom ezt a fajta Istent, akkor ez nekem egy fantasztikus fő nyeremény. És nem kerül sokba. Nem kerül sokba. Hát tudjátok, azt hiszem érzitek, hogy ez csak a felszíne az életnek, hogy egy kicsit jobb életem legyen.
hogy egy kicsit nagyobb békesség legyen. Ez csak a felszíne. És tudjátok, sok mindent el lehet érni az életben. Mi mondhatjuk azt, amit elértem, az az Istennek az áldása. Hogy a jó Istennek a keze van benne, hogy ide-oda-amoda eljutottam. De ez nem akkor derül ki, hogy ez az Istennek az áldása, mert lehet, hogy jön egy olyan időszak, és átéltünk az utóbbi években olyan időszakot, amit értéknek gondoltunk, amiről úgy gondoltuk, hogy az a sokáig miénk lesz, az elvehetetlen tőlünk, az sokszor egyik pillanatra másikra eltűnt és semmivé vált. És elég egy járvány, elég egy háború, elég egy normálatlan politikai intézkedés, meg ki tudja, hogy mi minden, és az, amit igazán értékként megszereztem önmagam számára, az semmivé vált. Az eltűnt, elértéktelenedett. Volt és nincs. Tudjátok, sokszor az a bajunk, hogy nem vágyunk többre. Nem vágyunk többre Istenben, nem vágyunk többre a vele való közösségben, és tudjátok, miért nem válunk többre? Mert legelőször is nem is ismerjük sokszor önmagunknak az igazi szükségeit. Nem tudjuk azt, hogy igazán mi az, ami a mi lelkünkben van. Nem tudjuk azt, hogy mi az, amire igazán keresnénk valamiféle választ, valamiféle megoldást. Azt mondja itt Pál, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Halleluja, dicsőség Istennek, mindenkinek. Nincs semmiféle kirekesztés. Szóval nevel bennünket, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget. És mit jelent ez? Hát van bennem egy nagy adag hitetlenség. Világi kívánságokat. Hát mit jelent ez? Miért kell megtagadni? Ami nincs, azt nem kell megtagadni. Csak azt kell megtagadni, ami van. Világi kívánság van, meg kell tagadni. Éljünk józanul. Hát akkor bennem valószínűleg nincs józanság. Igazságosan? Hát akkor belül valószínűleg igazságtalanság van. Ezeket ki kellene cserélni, azt mondja, nevel bennünket. Isten kegyelme megragad, és nevel bennünket. Szeretnénk azt, Uram, van egy rossz tulajdonságom, vedd ki belőle! Vedd ki! Isten meg azt mondja, hogy küzd meg érte. Te tagad meg, én már megtagadtam. Megtagadtam minden gondolatomba, minden cselekedetekbe. Nézz a keresztre, meg van tagadva. Meg van tagadva a világi kívánság, meg van tagadva a hitetlenség, minden meg van tagadva. Én már megtagadtam. De neked is meg kell tagadni. Neked is meg kell tenned. Az ember életében a legnagyobb harc, és a legkeservesebb, és amit a legkevésbé szeretünk, önmagunkkal való harc. Magunkkal való küzdelem. Az, hogy komolyan vegyük Istennek ezt a szavát, és komolyan vegyük az ő munkaigazítását. Nehéz, nehéz. Meg kell küzdeni vele? Meg kell küzdeni vele. Sikerülhet? Hát erre van az életünk. Az az élet, ami attól a ponttól kezdve, hogy befogadom ezt az üdvözítő kegyelmet, attól a ponttól kezdve azt jelenti, hogy van bennem, él bennem valaki, akivel sikerülhet ez. Tudjátok, néha elgondolkodok, focit már meguntam úgy nagyjából, és nem is nagyon szoktam nézni, de gondoltam arra, hogyha lenne egy ilyen világválogatott, hogy a legjobb focistákkal, Messi, Ronaldo, meg még nem is tudom, hogy ki mindenki van, aki ilyen jó focista, és ebből összehoznának egy csapatnyi válogatottat, és lehet, hogy 11-nek ilyen játékosok mellé még én is oda beférnék.
Hát oda állítanának, ahol nem tudnák sok vizet zavarni, vagy nem csinálnék komolyabb hibát, tehát biztos nem a védők közé, mert ott egy hiba aztán végzetes lehet, hanem valahova a szélre is akkor ott vagy. És ha megnyerik a meccset, vele együtt megnyerem én is. De tudod, hogy Krisztusban, és értsétek jó, valami ilyesmit kaptunk, hogy ő megnyerte a meccset. Ő megnyerte az életet, és vele együtt én is megnyerem az életet. Vele együtt én is tudok menni tovább. Vele együtt nekem is sikerülhet megtagadni a világi kívánságokat, megtagadni az igazságtalanságot, megtagadni az istentelenséget, hogy pontosan az ellenkezőjét éljem meg. És ő megteremtette ennek az alapját. Megteremtette. És rajta múlik, hogy ez milyen mértékben sikerül, és milyen mértékben nem sikerül. Na, mennyire követjük Krisztust? Felszínen vagyunk még? Vagy valami elkezd mélyülni? Szóval ez a Krisztus követés, ez egy nagy-nagy kérdés, egy nagy-nagy kihívás. És tudjátok, ha megkérdezném azt, hogy te követed Krisztust, mit mondanánk? Sokszor érezzük ennek a kérdésnek, ennek az egyszerű kérdésnek az élét, azt mondanánk, hogy járok imaházba. De nem ez volt a kérdés. Nem ez volt a kérdés. És nem az volt a kérdés, hogy van-e szolgálatod. És nem az a kérdés, hogy elmondtad-e a megtérőknek az imádát. És nem az a kérdés, hogy fölemeled-e a kezed, amikor dicséretet énekelsz, vagy térdet hajtasz. És nem az a kérdés, hogy szereted-e a különféle alkalmakat, akár olyan alkalmat is, ami itt van ma az északi missziókerületben. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy követed-e Krisztust. Ugye vannak Krisztusnak nagyon kedves szavai, meg vannak nagyon nem szeretem szavai Krisztusnak. Ezek a nem szeretemek közé tartozik például Máté evangéliumában, a hegyi beszédben, amikor jönnek Jézushoz, és Jézus azt mondja a különböző szolgálatot végző és erre hivatkozó embereknek, hogy sohasem ismertelek titeket. Nem volt közünk egymáshoz. Ti tettétek a dolgotokat, de én egy egész másik pályán mozogtam. És ti nem kapcsolódtatok az én pályámhoz, nem kapcsolódtatok az én utamhoz, nem jöttetek velem, ti tettetek valamit, és annak a valaminek még lehet, hogy volt eredménye is, de nem az én utamon, nem engem követve lett ez. Van egy mennyei atyánk, sok mindent megtesz értünk, sok mindent megenged nekünk, időt is ad. Én is kaptam sok időt, sok megszólítást. De ez a mennyei atya valamerre vinni akar bennünket a felszínről egy olyan pontra, ahol egy sorsfordító találkozás jön. Egy sorsfordító beszélgetés. Valami, ami egészen mélyen belénk hatol, belénk mar, megszólít. Valami, ami nagyon-nagyon mély, néha nagyon-nagyon fájdalmas, néha nagyon idegesítőnek tűnik. Egy sorsfordító beszélgetés, egy sorsfordító találkozás, ahol eldől az, hogy továbbra is itt maradok a felszínen, vagy pedig azt mondom, hogy próbáljuk ki az Istennek a mélységét. Mi szeretjük, hogyha ezek a sorsfordító beszélgetések, ezek nagyon-nagyon barátságosak, nagyon-nagyon atyaiak. Olvasom, Jézus találkozik Nikodémussal. És az öreg tanító, Izraelnek a tanítója jön, és
Ő kedélyesen beszélget Jézussal, hogy hát tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, és senki sem tudja megtenni azokat a jeleket, amiket te teszel. És akkor azt várnánk, hogy Jézus megmondja, hogy hát igen, Nikodémus, ha már ilyen irányba folyik a beszélgetés, akkor menjünk ebbe az irányba. De Jézus nem udvariaskodik, nem megy bele ebbe az irányba, egyszerűen azért, mert Nikodémus számára úgy tűnik, hogy itt van ez a sorsfordító találkozás, sorsfordító beszélgetés, és Jézus belecsap a közepébe, és azt mondja, hogy hát aki nem születik újonnan, az nem láthatja meg az Isten országát. Bocsánat, mint azt mondaná, hogy Nikodémus, hagyjuk most a rizsát, mert nincsen itt túlságosan sok idő most, hanem akkor térjünk a lényegre. Csapjunk bele a közepébe. Vagy én tudom, hogy neked mire van igazán szükséged. És mindegy, hogy te mit gondolsz erről, születs újjá. Újjá kell születned. És aztán beszél Jézus arról, hogy hogyan lehet újjá születni. És előhozza Ezékiel prófétának az üzenetét. A megtisztulásról, a belső megtisztulásról, a kőszívnek az eltávolításáról, és az új hússzívről. És hozza a proféciából azt, hogy és Isten az ő lelkét adja. És ott kezdődik el ez az új. És Nikodémus nem tudja, pedig az Izrael tanítója van. De annyiszor találkoztál már ezzel. Annyiszor hallottad már ezt az egészet. Annyiszor gondolkodtál már erről. De az nem baj, hogy nem tudod, ha most megtanulod. Ha most azt mondod, hogy akkor legyen. Akarod a mélységet? Akarod az Istennek a mélységeit? Homokot könnyű találni a felszínen is. Bár most már ugye a nagy építkezési lázban azért ez egyre nehezebb. De gyémántokat nem túl sokat szoktak a felszínen találni. A gyémántokért egészen mélyre kell ásni. Bele kell fúrni a sziklákba. Vájatokat kell készíteni. Aknát. Jó könyve nagyon szépen beszél erről. Mert ott találhatóak meg az igazán mély dolgok. Mondjam, ott találhatóak meg az örökkévaló dolgok. Az ideig valókat kergeted még mindig a felszínen, mert az örökkévaló után akarsz elindulni. Talán ennek a mai napnak ez a legfontosabb kérdése. És lehet, hogy itt van a te nagy találkozásod, a te nagy beszélgetésed az élő Istennel. Nem muszáj, hogy ez a beszélgetés ez hosszú legyen. De pont itt lehet ez. És legyen itt. Néhány nappal ezelőtt Keresztelő Jánosról olvastam az ő elhívásáról, kiment Jordán mellé, prédikálta a megtérésnek, meg a bűnbánatnak a kerességét, és azok az emberek, akiket megérintett ez, oda mentek hozzá, megvallották a bűneiket, János bemerítette őket. És nem állt meg itt a dolog. Nagyon szívbe markolt, hogy oda mennek katonák, vámszedők, meg mások, és megkérdezik Jánostól, akkor innentől kezdve hogyan tovább? Mit cselekedjem? Innentől kezdve mit cselekedjem? Itt a nagy találkozás, itt a nagy fordulat az életemben. Valamit megértettem, valamit megragadtam. Mondd meg nekem, hogy hogyan tovább. És hogy valamit megragadott benned az élő Isten, ezt ne felejtsd el megkérdezni tőle. Istenem, akkor innentől kezdve hogyan tovább? És sokkal jobb
Hogyha ezt magától az élő Istentől hallod, lehet neki könnyebb elhinni, mint akár egy barátodtól, vagy a lelki pásztorodtól. Hát nekik ez olyan nehéz, hát nekik kötelesség, hogy ezt mondják. Az élő Istentől megkérdezni, Ura, akkor innentől kezdve hogyan tovább? És akkor János megmondta, egyszerű szavak voltak azok. Megmondta, mutatott nekik. Megismertétek az Isten kegyelmét? Hát akkor én jó nevelőként megmutatom nektek, hogy hogyan tudtok nevelődni tovább. Hogyan tud ez az egész része lenni az életeteknek, úgyhogy benneteket is átformáljon, és ugye a végén pedig ez jó cselekedetté váljon, amely mások számára is egy valóságos, kézzelfogható jele Isten valóságának, és a te új, igazi Istenben mélyen elrejtett és mélyen benne gyökerezett életednek. Isten áldjon meg benne. Amen. Mennyei Atyám, én az Úr Jézus Krisztus nevében hálát adok ezért a napért, hálát adok, Uram, a testvéri közösségért, szervezésért, sokak munkájáért, fáradozásáért, imájáért. Köszönöm neked, Atyám, az üzeneteket, az igéket. Arra kérlek téged, hogy tudjanak ezek életté válni bennünk. És nem könyörgök azokért, akiknek lehet, hogy pont most van itt a nagy beszélgetésnek, a nagy találkozásnak az ideje. Hogy tudják megnyitni magukat te előtted, és hogy tudják elfogadni azt a isteni kegyelmet, amit Jézus Krisztusban hoztál el erre a világra, és hogy tudjanak oda fordulni a te beléd vetett hit által arra a mély életre, ami benned gyökerezik, amit nem tudnak elpusztítani se a szelek, se a szárasság, se a tövisek, amely meg tud maradni, és amely gyökér, Uram, egészen az élet forrásáig tud lehatolni, és onnan fog táplálkozni, és ezért lesz elpusztíthatatlan, ezért lesz folyamatosan növekvő, és ezért lesz gyümölcsöző. Kérlek azért, Uram, hogy legyenek olyanok, akik elindulnak ebbe az életbe, ma, ezen a napon. Amen. Amen. Amen.